számot, vagy munkadarabot formál, hanem élő embert. Annak minden gondjával, bajával, és egy időben kell egyes emberbe és közösségbe gondolkodnia. És mindig csak jó megoldást hozhat. Neki megengedhetetlen a rossz döntés. Ha ön a saját tapasztalatát átadná a következő generációknak, akkor mit adna át leginkább, mit tartana a legfontosabbnak? Hát legfontosabb annak, hogy csak biztos ismeretre, megalapozott ismeretre és tájékozottságra építve döntsenek. És tegyenek meg mindent egy adott helyzet pontos fölmérésére, és mindenben mindig kételkedjenek egy kicsit. És talán azt adnám át, amit az én professzorom szokott mondani, hogy minden nap 2 fokkal többet tanuljunk, és 4 fokkal szerényebbek legyünk. Szóval egy tudásra épített szerénységet, áldozatvállalásra szeretném megtanítani, mert az áldozatvállalás az végül is nem az, de annak látszik, a szolgálat tiszteletét, hogy azért vagyunk itt, és azon vagyunk ilyen sokan a Földön, hogy minden helyzetben valahol segítsük egymást, és mindenki tegye a dolgát. Ha mindenki teszi a dolgát, akkor a világ előre halad, mert valahol az idő egyirányúságából valahol a világ előre halad. Ilyenekbet adnék én át. Szóval a morális tartása legyen mindenkinek. Legyen olyan értékrendje, amitől nem tér el. Mi az ön értékrendje? A tisztesség, az őszinteség, a megalapozott tudásra építés. Aztán nem is tudom, hogy sokkal több van-e. Ennyi. Nem olyan sok ám, amit be kell tartani az életbe. Talán az őszinteség, azt hiszem, az egyik alapvető. Tudnék, az őszinteséget kiterjesztetten értelmezem, akkor csak valódi adatot közlök, csak valódi adatra építek. Tehát nagyon nagy csapda az, amikor valaki hamis adatot mond, mert az a hamis adat valahova beépül úgy, mintha igaz lenne, és ettől torzul a világ. Úgyhogy azt hiszem, az igaz adatok és az őszintesség, ez olyan elég is majdnem. Önnek 6 évtized van a birtokában, mert mint mondtuk, ez nem látszik. Van-e megvalósulatlan álma, hisz annyi mindent elért már az életben, de maradt-e valami? Hát maradt, mert nem tanultam meg zongorázni. Már nem is fogok, még egy időben azt gondoltam, hogy majd nyugdíjas koromban megtanulok. Hihetetlenül irigylem azokat, akik aktív zenészek, nem is tudják, hogy minek a birtokosai, hát ezt pótlom azzal, hogy zenét hallgatok. Tulajdonképpen nem tanultam meg olyan szinten sakkozni, ahogy szerettem volna, de ezt még majd lehet, hogy géppel gyakorolni fogom, és akkor javulok egy kicsit. Nem tudom, szeretném azért megvalós, szeretném a gyerekeimet révbe látni. Azt hiszem, hogy ennyi, sokkal több nem. És egy fél évtizedet szeretnék egy teraszon ülve meditálni, olvasgatni, írogatni. Ugye a kompjúter adta lehetőségekkel könyvtárakba járkálni, nem messzire menve, barátaimmal eszmét cserélni, feleségemmel jókat sétálni. Szóval ezeket még azért szeretném megvalósítani. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok! Én is köszönöm!